Szünidő ide vagy oda, augusztusban van, aki már elkezdi beszerezni a tanszereket, iskolatáskát és egyéb kiegészítőket a szeptemberi iskolakezdéshez. A papír írószer szaküzletekben széles a választék és különféle akciókkal, kedvezményekkel készülnek ilyenkor. Mi iskolatáskával fogunk kezdeni, nekünk ugye most Jászmin első osztályt fog kezdeni. Füzetek, tollak, sportszerek, mint tesi órára, meg nálunk van heti egy úszás Máté Szalkán az iskolában, és ezért erre is bevásároltunk már úszódressz, úszószemüveg, törölköző, papucsok, egyebek. Az iskolai tanszercsomagoknak változó az ára, attól függ, hogy hányadikos a diák, milyen minőségű tanszereket szeretne megvásárolni, és az iskolák is különféle tan- és írószer igényekkel állhatnak elő. Az elmondható, hogy 20 000 forint alatt már nem ússzák meg a szülők egy gyerek beiskolázását, tehát iskolakezdés előtt a több gyerekes családoknak kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk. Az idén az alsó tagozatos diákoknak nem kell fizetniük a tankönyvcsomagért. A felső tagozatra járóknál is lesz rászorultsági támogatás. Az elmúlt években már ingyen étkezhettek a diákok, az óvodások, ezzel az állam komoly anyagi terhet vett le a családok válláról. Az iskolakezdést azzal is segítik, hogy augusztusban a szeptember havi családi pótlékokat és a gyest is kiutalják. Az állam által nyújtott segítség mellett a munkáltatók is enyhíthetik a gyermekes szülők szeptemberi kiadásait. Ennél a nyíregyházi székhelyű külföldi tulajdonban lévő nagyvállalatnál minden évben adnak iskolakezdési támogatást. Ez úgy zajlik nálunk, hogy a munkavállalóink nyilatkoznak, kérik az iskolakezdését, és mi gyermekenként 20 000 forinttal támogatjuk a családos embereket, akiknek iskolában járnak a gyerekei. A cég 250 dolgozó 166 gyermekét támogatja a kafetériával. Az állam és a foglalkoztatók mellett a helyi önkormányzatok is figyelnek arra, hogy a rászoruló családok is rendben el tudják indítani az iskolába járó gyerekeiket. Mi, mint önkormányzat, annyit tudunk hozzátenni állami forrásból természetesen, hogy a gyermekvédelmi kezdeményezőnyben részesülők, összesen 606-an megkapják az 5800 forintos Erzsébet utalványt. Reményeink szerint ez augusztus 24-e után kerül majd kiosztásra, és ezzel is próbáljuk csökkenteni a terheket, amelyet a tanévkezdés ró a szülőkre. Természetesen nem csak az alapfokon tanulók, hanem a közép- és a felsőoktatásba bejutottak is kaphatnak támogatásokat, például civil szervezetektől, számos más forrásból. Ők a tanév közben felmerülő kiadásaikat ösztöndíjból fedezhetik.